Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves vendégünket az Aszófői Szent Benedek Zarándokház átadó ünnepségén. Engedjék meg, hogy ünnepségünk kezdetén röviden tájékoztassam önöket a projektről, amelynek keretében megvalósult a Zarándokház megépítése. 2021. május 4-i alapkőletétellel vette kezdetét a Zarándokház építése, amelyet az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Téri Ödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program és a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatásával mintegy 140 millió forintból jöhetett létre. Az így elkészült 241 négyzetméteres zarándokház 50 személy elszállásolását teszi lehetővé, emeletes ágyas elrendezésű szobákkal, vizes blokkokkal, teakonyhával és egy közösségi térrel szolgálva az ideérkezők testi és lelki feltöltődését. Most pedig szeretném felkérni Mihály Jeromos konventuális perjelt, a Tihanyi Bencés apátság előjáróját, hogy mondja el köszöntőjét. Nagy öröm számunkra, hogy a mai napon megállhatjuk a Tihanyi Bencés apátság aszófői Szent Benedek zarándokházát. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm excellenciás és főtisztelendő Udvardi György veszprémi érsek urat, egyházmegyénk főpásztorát. Testvéri és baráti szeretettel köszöntöm körünkben Fazakas Márton csornai apát és Sárai Szabó Kelemen győri perjel urat. Isten hozta, és köszöntöm főtisztelendő Gergely Gellért bencés atyát és Fodor János füredi plébános urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos urat és Soltész Miklós államtitkár urat, a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkárát. Isten hozta Kontrát Károly államtitkár urat, országgyűlési képviselőnket. Köszöntöm a tervező Pixis Nautica építésziroda munkatársait és a kivitelező konzorcium, a Possibilt Kft. És a B&G építő és üzemeltető Kft. Képviselőit. Isten hozta, és nagyon örülünk, hogy itt vannak az Aszófői Egyházközség tagjai. Isten hozott minden kedves vendégünket, különösen is a sajtó munkatársait. Az zarándokok és vendégek fogadása kiemelkedő feladata egy bencés közösségnek. Világszerte több a keresztények számára fontos zarándokhely egy bencés monostorhoz kapcsolódik. Gondolhatunk itt Máriacerre, Montserratra, a svájci Enzidenre, vagy éppen a római Szent Pál bazilikára. Keresztény és nemzeti értékek kapcsolódnak össze ezeken a helyeken. Istennek hála, hogy Magyarországon is a kommunizmus évtizedei után, sok lelki és fizikai építkezés után újra lehetőség nyílik felfedezni a vallási és nemzeti értékeket őrző monostorokat és zarándokhelyeket. A Tihanyi Bencés apátság 1994 óta Korzenszky Richárd atya áldozatos munkája révén újra sok istenkereső, hitében elmélyülni kívánó ember számára lett úti cél és egyben igazodási pont is. Ma, amikor megáldjuk a zarándokok számára az Aszófői Szent Benedek zarándokházat, bízunk abban, hogy sok fiatal és idős honfitársunk talál itt lelki feltöltődésre, és sok keresztény testvérünk erősödik meg hitében és elköteleződésében. Elsősorban Istennek adunk hálát, amikor megáldjuk a sok erőfeszítés és közösen elvégzett munka által megépült zarándokházunkat. Azonban engedjék meg, hogy a Tihanyi Bencés közösség előjárójaként személyesen is köszönetet mondjak azoknak, akik segítették, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Köszönetet mondok Udvardi György érsekatyának, aki engedélyezte számunkra, hogy a főegyházmegye tulajdonában lévő romos ingatlan helyébe egy új, közösségeket erősítő zarándokház épüljön. Köszönöm a támogatók segítségét, akik nélkül nem tudott volna megvalósulni az elképzelésünk.
Köszönet Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos úrnak, hálás köszönet továbbá Soltész Miklós államtitkár úrnak és a miniszterelnökség munkatársainak. Őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek, aki az elmúlt években mindig aktívan támogatta a Tihanyi Bencés apátság terveit, álmait, elképzeléseit és azok megvalósulását. Köszönjük szépen, képviselő úr! Köszönet illeti meg minden munkatársamat, de különösen is Simor Eszter kolléganőnket, aki a munkák oroszlán részét magára vállalta, egészen a koncepció tervezéstől a legapróbb feladatokig. Köszönet érte! Egy épület megálmodását követi a tervezés és a kivitelezés. Köszönöm a Pixis Nautica építésziroda munkáját, valamint a Possibilt Kft. És a BNG építő és üzemeltető Kft. Konzorciumát, és minden vállalkozójának köszönjük a munkát. Személyesen is köszönöm Páfi Zsuzsanna és Benke Gábor ügyvezető közreműködését, és természetesen Ámosi Ányos projektvezetőjét is. Köszönöm továbbá Horváth Klaudia, közbeszerzési szakértőnk, és Ter Antal, műszaki ellenőrünk munkáját, hiszen ők nyitott szemmel segítették, hogy ma itt lehessünk. Végül engedjék meg, hogy kifejezzem hálámat mindenkinek, aki eljött ma, különösen is az aszófői híveknek, és együtt ünnepelnek velünk. Isten áldását kérem mindnyájuk életére, és azért imádkozunk, hogy közös munkánk révén sok fiatal találjon lelki békére és áldásra ezen zarándokház falai között. Isten hozott mindenkit. Felkérem Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy mondja el beszédét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi átadón, és azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit messzebbről kezdeni. Ez a 100. turistaház, vagy 100 turistaház felújítását támogattuk, és ez az egyik legszebb közülük. A turistaházakat egy kicsit tágabb értelemben értem, mert nem csak turistaház, hanem zarándokház, vizitúra megállóhely, kulcsosház, sok minden beleértendő, és nem véletlen, hogy ezt a számot itt ki tudom mondani. A kormány elkötelezett volt annak érdekében, hogy tegyünk valamit annak érdekében, hogy az aktív életmód, az egészséges életmód feltételeit azt javítsuk az elmúlt időszakban. És nyugodtan mondhatom, hogy nem volt még egyetlen kormány sem, aki ennyit tett ezért a területért, és azt is büszkén mondhatom, hogyha összetudnánk állítani egy európai összehasonlítást, hogy hol tettek a legtöbbet az elmúlt években az aktív életmód előre lendítésért, akkor Magyarország biztos, hogy dobogós, de valószínűleg az első helyen állna. És tényleg hosszan lehetne sorolni, hogy kerékpárutakat, turistaházakat, vizitúra megállóhelyeket, turistautakat hogyan alakítottunk ki, javítottunk fel, de igazából itt most, ahol vagyunk, ez talán az egyik legszebb példája, hogy milyen nagyot léptünk előre. Május 4-én álltunk itt, és május 4-e óta nagyon-nagyon kevés idő telt el. Ilyen rövid idő alatt nagyon kevesen képesek egy ilyen gyönyörű épületet összehozni, de nem is véletlen, hogy május 4-én eljutottunk ide. Ugyanis el kell mondjam, hogy a körzetnek van egy nagyon lelkes képviselője, és Kontrát képviselő úr nagyon kemény lobby tevékenységet fejtett ki annak érdekében, hogy ez a ház itt létrejöjjön. És igazából nem volt egyedül. Be kell valljam, hogy nekem vannak bencés munkatársaim, Mirko Győrben, Libjánszki Gergő pedig Pannonhalmán végzett, úgyhogy amikor felvetődött, hogy támogassuk-e ezt a házat, akkor igazából nekem nem volt semmi lehetőségem. Támogattuk, mellé álltunk, és igazából ezt nem bántuk meg. Nem túlságosan régen itt voltunk egy kerékpárút átadáson nem messze, Győr és Pannonhalma között, akkor azt mondta valaki nekem, hogy ez a kerékpárút ez olyan szép, mintha a bencések építették volna.
És most itt vagyunk ebben az épületben, és ez az épület ez tényleg olyan szép, annyira praktikus, annyira végiggondolt, annyira egyszerű, hogy tényleg olyan, mintha a bencések építették volna, de ez nem is olyan, hanem ezt igazából a bencések építették. És azt hiszem, hogy ez a zarándokház, ez nagyon sok embernek fog boldogságot okozni az elkövetkező időszakban, és azt hiszem, hogy nagyon sok más turista ház és épület felújításánál, építésénél minta lehet. Nem véletlen egyébként, hogy munkatársaim is ilyen lelkesen érveltek zarándokház megújításánál, ugyanis amikor a zarándoktáborokat a vándortábor mintájára elindítottuk, akkor nekem sok bencés és sok ferences munkatársam volt, de a bencések azok többségben voltak, úgyhogy nem is volt kétséges, hogy először a Tihany-Pannonhalma útvonalon indul el az első zarándoktábor. És a zarándoktáborok tekintetében az egy fontos kérdés volt, hogy hol tudnak majd szállást kapni a gyerekek. És ezen az útvonalon nem csak ezt a Szent Benedek házat sikerült felépíteni, hanem további zarándok szállásokat is sikerült fejleszteni. Városlődön, Vöröskőn, Öröstónál, Pannonhalmán. Tehát egész szépen kiépítettük ezt az útvonalat, és az elmúlt két évben már közel 1000 zarándok táborozó diák vett itt részt ezen az útvonalon, és ezúttal is nagyon szeretném megköszönni a bencéseknek, hogy odafigyeltek ezekre a diákokra. Ugyanis ezen a területen a zarándoktáborok abban különböznek talán egy kicsit a vándortáboroknától, hogy sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy nem csak kenyéren is vízen él az ember, hanem szükség van a lelki táplálékra, a lelki megújulásra is. És ezért ez a zarándoktábor útvonal január 31-én, amikor elindult a jelentkezés, ez körülbelül másfél óra alatt betelt az összes nyári idei turnus. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek a közös sikere, és a zarándoktáborban szerintem most az idei esztendőben az eddigieknél sokkal jobb körülmények lesznek a megújult szállásoknak köszönhetően, és bízom abban, hogy nagyon sok fiatal az a fizikai megerősödésén, megújuláson túl lelkileg is előre fog tudni lépni, és még egyszer köszönöm, hogy ebben a munkában segítettek. Én nagyon a köszönet, amit elmondtak, az egyébként nem engem illet meg, hanem Magyarország kormányát, sőt nem is Magyarország kormányát, hanem az adófizető állampolgárokat, hiszen ezt a támogatást az adófizető állampolgárok pénzéből tudtuk megvalósítani, de azt hiszem, hogy bőségesen a magyar társadalom annak a lelki megújulásnak köszönhetően, amit majd itt a fiatalok ezen a zarándok útvonalon, meg ebben a zarándok házban meg fognak élni, a magyar társadalom számára az többszörösen vissza fog térülni. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Még egyszer gratulálok, hogy egy olyan házat építettek, mint amilyet a bencések építeni szoktak, és kívánom azt, hogy az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban még nagyon sokan használják ezt a házat, nagyon sokan zarándokoljanak innen egészen Pannonhalmáig, vagy akár messzebb is. Köszönöm szépen! Megkérem Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, hogy mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm önöket, kedves érsek atya, képviselő úr, kormány megbízott úr, tisztelettel köszöntöm egyházi vezetőinket, így természetesen bencés és premontrei atyákat is, akik eljöttek közénk, és nem legutolsó sorban, leginkább aszófőieket, és köszöntöm kivitelezőket, tervezőket egyaránt. Isten áldja a munkájukat, fantasztikus, amit elvégeztek, amit Máriusz is mondott, én csak alátámasztani tudom. Építés szempontból is csodaszép lett, és beleillik ebbe a gyönyörű balatoni felvidéki tájba. Köszönöm a munkáját mindenkinek. Mindamellett meg még egy dolgot azért hagy emeljek ki. Egyház állam szétválasztása, ugye a nagy francia, nagynak mondott francia forradalom állítólagos vívmánya. Én pedig pont az ellenkezőjét szeretem hangsúlyozni, hogyha az egyház, az állam és persze az emberek, a közösség össze tud dolgozni, együtt tud dolgozni, akkor abból csodák származnak. Ilyen a mögöttem lévő Tihanyi apátságnak a megújítása is,
amelynek a munkálatai most fújnak. Jóisten kegyes volt, a vihar nem döntötte le az állványukat. Ilyen, amit most is itt segített, képviselő úr, Konrád Károly barátom, érsek atya és a bencés atyák, ennek a mostani zarándokháznak a megújítása, illetve újnak az építése, és sok mindent lehet folytatni, vagy sok mindennel lehet folytatni ezt a sort, és ha megengedik, nem azért, hogy most itt vetekedjek Perjel atyával, hogy a bencések milyen zarándokházakat tartanak, illetve zarándokhelyeket tartanak föl a világban, de mindenképp szeretném kiemelni azt, hogy az elmúlt évek során, elmúlt 10 év során hány helyen valósítottunk meg, illetve valósulnak most meg felújítások zarándokhelyeken. Tényleg csak felsorolás szerűen, és biztos, hogy sok hely kimarad. Mátraverebély, Szentkút, Bakonybél, Bodajk, Makosmária Budakeszinél, Győr, Vértessomló, Mária Noszra, Mária Kálnok, Mária Pócs, Magyarszék, Tihany, Mária Gyűd, Petőfi Szállás, Szentkút, Csatka. Ezek a zarándok helyek, illetve zarándok szállások, zarándok utak mind-mind a közösséget szolgálják. És amikor belegondolunk abba, hogy rengeteg olyan ember van, aki nem beleszületett a kereszténységbe, adott esetben nem adott meg neki, hogy bencés diákként, piarista vagy ferences diákként végezhette el a múltban a középiskolai tanulmányait, hanem sokkal inkább később talál rá a Jóistenre, az ő életükben ezek az zarándok helyek hatalmas nagy jelentőséggel bírnak. És rendre olvasom azokat a történeteket, amikor dúsgazdag menedzserek, dúsgazdag vállalati vezetők, igazgatók megcsömörlenek abban az életben, amit addig élnek, hiszen sok-sok szépet láttak ugyan az életben, úgy gondolják, hatalmas nagy gazdagságot gyűjtöttek, úgy gondolják, hogy az volt a fő érték, és egyszer csak az életükben eljön egy pillanat, amikor rájönnek, hogy ez elég, ez nekik nem folytatható. És ilyenkor valamilyen módon szerte a világban, így Magyarországon is, ezrek és ezrek találnak rá a kereszténység által tanított hitre, vallásra, Krisztusi útra, és mindezt zarándoklatokon keresztül, zarándok szállásokon keresztül kapják meg. És én ezt szeretném Máriusnak is, csapatának is megköszönni, hogy abban a munkában, amit ők végeztek az elmúlt 4 év során, beemelték a zarándokházakat is. Isten áldja mindazokat, akik ezért tettek, nagyon fontos volt. Fontos a vizitúra, egészséghez kell. Fontos a hegyi szállásoknak a megújítása, de legalább, sőt, kiemelten fontosabb, ha szabad nekem ezt mondani, az egyházi építmények ilyen értelemben való megvalósítása is. És akkor, tisztelt hölgyeim és uraim, amikor Magyarország kormánya a kereszténység elleni támadásra, az értékeket romboló ideológiákra, és hozzáteszem, gyermekeinkre ható, a teremtett világ alapjait szétverő, egyébként törbe kisebbségnek a viselkedésére választ ad, akkor az a válasz, az az egyházaink megerősítése. És ebben benne vannak a zarándokutak, nem véletlenül egyébként, hogy a magyar turizmus fejlesztésének egyik fő pillére lett most már, és itt köszöntöm Szonták Szabolcsot is, aki elkészítette munkatársaival a zarándok turizmusnak a jelentőségét. Tehát a zarándok turizmus az, amely kiemelten a turizmus fejlesztésében a következő években is szerepet fog kapni, és még egyszer hangsúlyozom, ez nem gazdasági kérdés, ez nem pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább lelki kérdés. És ha Magyarországot meg akarjuk őrizni, már pedig megfogjuk, ha Magyarország kereszténységét és meg akarjuk őrizni, már pedig megfogjuk, ha Nyugat-Európának vissza akarjuk adni azt az 1000 évvel idehozott kereszténységet, és azt a küzdelmet, amit mi kaptunk magyarok, már pedig vissza fogjuk adni, akkor bizony az zarándoklatokat is, egyházainkat is erősíteni kell. Isten áldjon mindenkit, aki ebben sokat tett, médiának is köszönöm szépen, hogy ilyen szépen beszámolnak ezekről az eseményekről. Köszönöm meg. Felkérem Konrád Károlyt, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai átadó ünnepségünkön, külön is köszöntöm főtisztelendő érsekatyát, főtisztelendő Perjel atyákat, a bencés szerzetes közösséget, aszófőieket, mindenkit, aki ma eljött és megtisztelte a mai átadó ünnepségünket, és a köszönet, az első gondolatom a köszöntés mellett a köszönet. Én is köszönetet mondok mindenkinek, aki ennek a zarándokszállás létrehozásában együtt dolgozott, együtt dolgoztunk. Köszönjük Magyarország kormányának, az Aktív Magyarországért kormánybiztosságnak, Soltész Miklós államtitkár úrnak, az Egyházügyi Államtitkárságnak, Főegyházmegyének, Aszófő önkormányzatának, a bencés szerzetes közösségnek, mindenkinek, aki azért dolgozott, hogy ez a zarándokszállás elkészüljön, és valóban, úgy ahogy Révész Máriusz kormánybiztos úr mondta, mintha most lett volna, amikor május 4-én, 2021. május 4-én itt voltunk, és azon a forró tavaszi napon az alapkő letételnél működtünk közre, és együtt örültünk annak, hogy megépülhet ez a zarándokszállás. Csatlakoznék Soltész Miklós barátom és államtitkártársam gondolatmenetéhez, aki azt fogalmazta meg, vagy arra utalt, hogy ma történelmi időket élünk. Olyan történelmi időket élünk, amiért meg kell küzdenünk a hagyományainkért, a hitünkért, a történelmünkért, a múltunkért, meg kell küzdenünk azért, hogy mi magyarok maradhassunk, hogy Magyarország maradjon Magyarország. És én azt gondolom, hogy ebben a küzdelemben nagyon fontos állomás ennek az aszófői zarándokszállásnak a megépítése, és majd a használatba vétele, hiszen itt 50 zarándok számára nyújt szállást ez az épület, ez az építmény, és én azt gondolom, hogy minden egyes lépés, amit elmondott a Máriusz, hogy 100 ilyen objektum készült el, és utalt a Soltész államtitkáról is arra, hogy mennyi mindent sikerült az elmúlt időszakban fölépíteni, Mátra verevétől kezdve Bakonybélig és Tihanyig a bencés apátság felújítására is utalt. Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarország egy erős, büszke keresztény ország, amely büszke múltjára, büszke hagyományaira, büszke azokra az értékekre, amelyek az ezer év során megtartottak minket magyarnak. És én is elkötelezetten hiszem és vallom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ez továbbra is így legyen, hogy így tudjuk átadni a gyerekeinknek, unokáinknak ezt az országot, és ez az ország mindaddig fönnálljon, míg az égen csillag áll. Én azt gondolom, hogy köszönetet mondok mindazoknak, akik ennek a fontos zarándokszállásnak a létrehozásába közreműködtek, és azt is megfogalmazom, hogy abban a nagy célban, amit kitűztünk, hogy Magyarország maradjon meg Magyarországnak, ez a zarándokszállás, ennek a felépítése és ennek a használatbevétele, hiszen ide jönnek egyháziskolák, plébániai közösségek, lelki gyakorlatok megtartása céljából és egyéb hitéleti célokból is a Tihanyi bencés szerzetes közösség közreműködésével és gondosságával és gondozásával, azok megtalálják azt a hitet erősítő isteni sugallatot, amelyet a Tihanyi bencés közösség ezer éves fennállás alatt képvisel, és bízunk abban, hogy összefogva a közös értékeinket megvédve és új értékeket létrehozva tudjuk együtt folytatni ezt a munkát, és bízom abban, hogy ez az építő munka folytatódik, és Isten éltesse a Tihanyi bencés szerzetes közösséget, az aszófőjéket, és mindenkit, aki erre az zarándokszállásra be fog térni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig szeretném megkérni Udvardi György veszprémi érsekatyát, hogy áldja meg az zarándokházat. Tisztelettel köszöntöm megjelent kedves vendégeket, főtisztelő paptestvéreket, előjáró atyákat, államtitkár urakat, kormánybiztos urat. A szállás előtt egy gondolatot engedjenek meg nekem. Sokszor kárhoztatják az egyházi törvénykönyvet, pedig igen-igen nagy lelke van. Például úgy fogalmaz, hogy az egyházi javak szükség esetén közösek. Hát most ezt éljük meg, hogy az egyházmegye, illetve a plébánia tulajdonában lévő
ám de nagyon elhasznált ingatlant Bencés közösség a maga szellemi tevékenységével és lehetőségeivel felújította. És itt nem csak épület vagy anyagi javak közösségéről van szó, hanem a szolgálat közösségéről, és az egyház kincseinek a közösségéről, a lelki javak közösségéről van szó. Ezért én magam is nagyon hálás vagyok, hogy a Főegyházmegye területén ilyen jó együttműködésre van példa, és az egyház tulajdonában lévő javakat ilyen módon tudjuk felhasználni a jövő nemzedék érdekében. Kérjük az Úr áldását mindazokra, akik itt dolgoztak, akiknek itt a köszönet már elhangzott, és kérjük az áldást arra is, hogy akik ide betérnek, valóban lelkükben megérintődjenek, és megújult emberként tudjanak tovább lépni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, Isten sokféleképpen vezet minket arra, hogy mérehatóban keressük megismerésének útjait. Ezt a megismerést valamiképpen beteljesítette értünk megtestesült fiában. A hozzávaló közeledésnek, életünk zarándok útjának minden pillanatában arra kell törekedni, hogy az igazságot megtaláljuk, és az igaz Istent imádjuk. Kérjük ma Isten áldását erre a zarándokházra. Azt kérjük, hogy fohászunkban, hogy mindazok, akik ide betérnek, akik a pihenés és a feltöltődés céljával látogatnak el ide, találják meg itt a jelenlévő Krisztust, zarándokutunk vezetőjét és végső célját. Hallgassuk meg az evangélium üzenetét. Szent Lukács evangéliumából. Így tanított Jézus. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamaritánus is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta: menj, és tégy te is hasonlóképpen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves egybegyűltek! Az ősegyház szimbolikus értelmezésében ezt a gyönyörű történetet, amit számtalanszor fölidézünk, úgy értelmezte, hogy a bajba került ember, akit véresre vertek, útszélre dobtak, az maga az emberiség, az irgalmas szamaritánus az a Krisztus, aki járja az embernek az útját és fölemel bennünket. Krisztusnak a szentségei a bor és a víz, amivel kimossák az embernek a sebeit, és aztán az egyház a fogadó, ahová Jézus beviszi a meggyógyított embert, vagy a gyógyulásra váró embert, és Krisztus az, aki odaadja a 2 dénárt, hogy visszafelé jövet, ha többet költenének rá, akkor még majd meg fogja fizetni. Az egyház gondoskodjék arról az emberről, aki bajba került. Ezt éljük át az zarándoklások során is, hiszen nagyon népszerű vallásos modell a zarándoklás, hiszen ilyen-olyan motivációval indulhat el bárki, nem kell megmondani, hogy milyennel, nem kell megmondani, hogy mit szeretne elérni. Olyan módon kapcsolódik az zarándoklás során az imádságba, ahogyan ő szeretne, elkülönül lelkében olyan folyamatok zajlanak,
ami csak az övé, és arról számol be, amiről ő szeretne. Ez egy népszerű, mai embernek nagyon megfelelő vallásos forma, de nagyon fontos. És ezért bizony ebben a vallásos formában az egyház szeretne a gyógyító Krisztus módjára mellette lenni az zarándok úton lévő embernek, szeretni az egyház szentségeivel gyógyítani a sebeket, szeretni az egyház tanításával táplálni a bajba került embert, és szeretnénk azt szolgálni, hogy az itt élő emberek, az ide zarándokló emberek találkozhassanak az igaz Krisztussal, az ő közösségei, az ő szerzetesei, papjai, az egyház szentségei által. Ilyen módon óriási jelentősége van ennek és az ilyen típusú zarándokházaknak, és azért bátran kérjük az Úristen áldását erre. Amikor valaki zarándoklásra indul, már megtörténik a csoda, mert föl tudja sorolni, hogy mit szeretne elérni, miért indul el, de valójában őt már a Szentlélek indítja el ezen az úton. A lelki folyamatokat nem tudjuk befolyásolni, de Szentlélek igen, és éppen ezért azt hisszük, hogy minden egyes zarándoklásnak a végén döntés születik, mégpedig az ember mellett, a krisztusi ember mellett. És olyan tapasztalatokra tesz szert az ember, ahol jó döntéseket képes hozni. Úgy gondolom, hogy egyre inkább fölértékelődik kultúránkban, társadalmunkban a jó döntést hozó embereknek a döntése. Erre nagyon nagy szükség van felelősséggel a közösség javát szem előtt tartva. Nagyon nagy szükség van arra, hogy fölkészüljünk jó döntések meghozatalára, és ahogyan Ferenc pápa buzdít bennünket, a jó döntésekért való küzdelemre. De azt gondolom, az előttünk álló időszak ebben is óriási segítséget kell, hogy adjon, jelentsen, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és ezekben a döntésekben akár küzdelem árán is tudjunk kitartani. Ez a ház legyen ennek egy otthona, legyen ennek egy alkalma, imádkozzunk ezért. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen ez az zarándokház az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe. Könyörögjünk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, György püspökünkért, papjainkért, szerzetes testvéreinkért, és mindazokért, akik Szent Fiad megbízásából az embereket országodba hívják. Erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások viharaiban is sziklaerős maradjon hitük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk mindazokért, akik adományaikkal, támogatásukkal, vagy áldozatos munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a zarándokház létrejöhessen, és minden időben ide betérőnek testi-lelki épülését szolgálhassa. Árazd rájuk kegyelmedet, halmozd el őket áldásoddal. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk mindazokért, akik ebbe a zarándokházba betérnek. Add meg számukra, hogy Isten igéje, mint a jó mag, százszoros termést hozzon lelkükben. Szent lelked világosítsa meg értelmüket, hogy mindig helyesen ismerjék evangéliumot tanítását, hűségesen kitartsanak annak igazsága mellett, és mindenkoron parancsaid útját járják. Kérünk téged, hallgass meg! Könyörögjünk önmagunkért is, hogy legyen türelmünk önmagunk elfogadásához, ezáltal erősödjék bennünk a beléd vetett hitünk és feléd irányuló szeretetünk. Óvd meg minket az önteltségtől, és növeld bennünk a kegyelmed erejébe vetett bizalmunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd, Uram, szolgáidat, akik ma ezen épület avatásakor áldásodat kérik, hogy az itt megfordulók menedéküknek érezzenek téged, amikor eltávoznak, kíséretednek örvendjenek, ha pedig visszatérnek, élvezzék vendégségedet, míg boldogan meg nem találják a számukra készített lakóhelyet atyád házában, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amikor megáldjuk szentelt víz hintésével ezt a házat, akkor elsőként azokra, akik krisztusi hittel tekintünk, és kérjük az Úr áldását,
és utána csak a falakra, hiszen mindig az ember az, aki megszenteli, képes megszentelni a teremtett világot. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket. Az Úr legyen veletek! Krisztus békéje uralkodjék szívünkben, Krisztus igéje lakozzék bennünk gazdagon, hogy bármit cselekszünk szóval vagy tettel, mindent az Úr nevében cselekedjünk. Ámen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon rátok, s maradjon veletek mindenkor. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött, és zárásképpen szeretnénk jelképesen átvágni egy szalagot. Képviselő úr, nagyon sokat, közösen is vágtunk át nagyon sokat, és nagyon szívesen tesszük, és bízunk benne, hogy a következő években még sokat vághatunk át. Úgyhogy megkérnék mindenkit, különösen is államtitkár urakat, kormánybiztos urat, érsekatyát, atyákat, hogy itt a ház előtt álljunk fel, és vágjunk át egy szalagot. Kérem, hogy mindenki látszódjon, aszófői híveket is kérem, hogy nyugodtan álljanak be egy képre, ahol látszik a szalag átvágás, és látszik az épület is.